Sziasztok, Big Ben! Folytatjuk a Twin Sanity-t! És lehet, hogy már be is fogjuk fejezni. Ugye itt landoltunk le legutóbb. Kicsit hangosítok rajta. Sok lesz, mégse. Nem hangosítunk. Ha jól emlékszem, most a legutáltabb részem az egész kifaszott játékba. Ja. Antagony. Mit mondott? Two dimensions, de kifolytak az időben. Your fur is so soft and warm. Evil Crash! No! Come along! Oh yeah. Ja, ebben a játékban berakták még Fake Crash-t is. Azt a kurva, de hangos. Nem hiszem, nem tudom, hogy milyen hangerőn játszottunk legutóbb, de bassza meg ez. Így jó lesz talán. Na, ugye megjöttünk az alternatív dimenzióba. Ez még nem Antagony. Nem tudom pontosan, hogy merre kell itt menni, már nem nagyon emlékszem, de csak eljutunk valahogy az egyik legrosszabb részhez, legnehezebb részhez a játékban szerintem. Bazd meg! Azt hittem, hogy nem lehet leugrani. Ez nem olyan, mint a régi keresőben a platform, hogy van egy saját kis gravitációja. Úgy. 20 életem, tudom, hogy lesz meg az Antagony. Fogalmam sincs. Érdekes lesz, ez biztos. My daughter, niece. We must do something. Think, Cortex, think. It's surf time. GTFO. Pa-pa-pa-pa. Aztán ennyit erről a zenéről. Ó! Oh, vagy úgy! Még fura nekem ez. Jó, hogy egy hitel, hogyha hozzáérek. Ó! Oh. Jó, hát akkor ennyit a részről. Szóval nem szabad nagyon neki menni, bassza meg. A kurva élet! Miért ilyen nehéz ez? Mondtam, hogy 20 élet nem lesz elég. Ó, ezt nem is láttam. Remélem nem lesz sok szakadék. Talán innen tudunk HP-kat szerezni. Aha, nice. Mindegy, mégis egy pluszba vagyunk. De please! Akkor miért megyek oda, hogyha meghalok? Gondoltam amúgy, hogy várok ezzel a résszel. Mert augusztusban akarok venni egy Hogy rohadjon meg! Akarok venni egy digitalizálót, nem pedig TV-tunerre csapatni, mert sokkal szebb lenne a képe. Digitalizáló ilyen stick lényegében. A kurva élet! Minden nehéz ez? Vagy csak nem kéne beszélnem közben, lehet. Az meg úgy nem működik. De most ez mi? No,
Nem is tudok ugrani. What the fuck? Akkor amint elindulunk, ugrok egyet. Így. Köbö. Ja, ezt halljunk meg azokba a dögökbe, tök jó. Ja, az TNT. Jó, majdnem belementem. Cortexek élete már csak ilyen. Hát ez beszarás. Az, hogy egy hitel, ez nagyon unfair. Pedig nem is direkt kerülöm. Ez nekem koccan, meg ilyenek. Ez kellett. De ezt nem éljük túl, persze, hogy nem éljük túl. Mindegy, plusz egy HP vagyunk így. Viszont már túl sokszor haltam meg. Szégyellem magam. Szóval, hogy nekünk jön a kis geci, mert... Nagyon beszopjuk. Nem tudunk lassítani. Aha! Hogyha hátrafelét nyomom, akkor... Egy oldalra így nagyon lassan átmegy. Ez úgy konkrét. Koncentrálunk. Talán nem futok vele. Nem tudom, hogy le tud-e hagyni minket, mert így rohadtul nehéz. Vagy akármikor nekem jöhet a kis geci. Jó, ezen az útvonalon jön. Szuper. Na hát mennyivel ügyesebb vagyok. Szépen kitankolja a nitrókat. Olyan epik, hogy laggol a PSM tőle. Antagony time. Igen, látom, Cortex, arra kell menni. Köszönöm, hogy megmutattad. Ezeket az undormányokat inkább kikerülöm. Na. De bombákat kell szednem, mert nagyon kevés életünk van. Nem tudom, ez hogy lesz. És rosszabbítja a dolgot, hogy rossz a képminőség nekem. Érdekes, hogy... render... Ne! Ja, jó. Érdekes, hogy render után elég sokat javít a képminőségen a Vegas. Nem tudom hogyan. De ja, ezért is akarom kicserélni ezt a kártyát egy olyan digitalizáló tudsz kombóra. Szóval, ja, nehezít ez is nekem elég sokat, hogy nem nagyon látom, hogy mit csinálok. Még az emulátoron még nem próbáltam a játékot, de hát... Akkor is el kéne vinni odáig, szóval... Főleg úgy, hogy már vége fele vagyunk nagyon. Nem tudom, szarakodjak-e itt a bónusz cuccokkal, vagy pedig fussunk egyből Antagonybe. Megyünk túl rajta. Csumi Cortex. Let her go. Take me instead. És már meg is bánta. Nénát ki tudjuk szabítani? Meg szerint nem. Szegény. ez a házunk ugye ebbe az alternatív univerzumba. Kár, nem lehet bemenni. Valami easter egg lenne. Kútba be lehet esni vajon? Nem. Hú, megértem, nem tudok, hogy nem tudok kijönni.
El az útból. Dolgom van. Még egy szép. Ilyen gyakran. Jó, én nem bánom. Na, aztán segítsük szegényt. Nem emlékszem majd, hogy van ez itt. Felugrik, igen. Ezt itt letöri nekünk. Eddig jól haladunk. És tudom, hogy valamelyiket nem szabad, mert kibasszunk saját magunkkal. Előtt áttranszferálnunk. Valahogy így. És azt hiszem nem ennyi, hanem még itt folytatódik túloldalon. Ez van, itt is van a checkpoint. Ja, itt rajta kellett volna maradni. What? Játék, please. Most csak rá kell egyszer ugrani, vagy hogy van? Nem rajta kell maradni. Akkor nem értem, hogy mit akart tőlem a játék. Rekt. És most jön a harmadik rész. Nem csak oda mennénk, az kiütnénk azt a crash-t. Ez túl könnyű. Itt valamelyiket nem szabad felrobbantani, azt hiszem. Ezt! Nem. Jó, még nem basztam el. Most basztam el. Az utolsót nem szabad, jó. Lehet, hogy majd ezt későbbiek folyamán... Á, nem, nem mondom inkább ki. Maradjon meglepetés. Most szépen meg kell várnunk Cortexet. Jó, messze van, bassza meg. Lassú vagyok. Rossz feljöttem. No, Cortex! Kurva élet! Azt hittem, vissza kell ott menni. Még mindig 20 élet. Egész jól tartogatjuk őket, vagy hát szerzünk újakat egyfolytában. Véletlenül kiütöttem azt is. Nice. Istenem. Meg ezt, jó. Így biztonságosabb. Sikerült lelökni, azt hittem már, hogy nem.
tökéletes. Na, én meg akar szopatni a játék. Én nem láttam direkt a másik oldalát. És most lesz a rémálom. És megint egy checkpoint, az előbb volt. Elég hülyén vannak elhelyezve. Teszek egy próbát azért lenni a gemnél. Ott is van. Ja nem, az van az Antagoni. Oké. Akkor, meglessük ezt. Miféle dolog akar ez itt lenni. Én csak át kell hozni ide, értem. Ha meg lesz ez easy mód. Főleg ezekkel a labda irányításokkal. Azt a kurva. És ez most mi történik? Ez most én mit értem el? Ojojoj. Hát ugye ezzel kellett volna segítenem magam, de hát én nem profi vagyok, hogy megy ez magamtól is. De most ez mire volt jó? Hát nézek a túloldalra, hát ha meg tudom. Mert attól még itt nem tudok oda menni. Jamhez. Nézzük itt a fejleményt. Való kéne lenni egy felkiáltó jeles doboznak, ahol ott van. Ja, és akkor így vagyunk most bebiztosítva. Így oda tudok én menni, csak úgy. Close enough. Ez szar volt. És ezt tényleg el kéne odáig lőnöm. Majdnem. Az nice. Megértem, hogy miért van ott a checkpoint. És van egy olyan érzésem, igen, ott a labda újra kéne csinálni. Hát akkor köszönjük szépen, nem. Nem a 100%-ra hajtunk. Meg arra is hajtanak, már nem lenne meg. Victor and Moritz's stronghold of evil. This is where we wrong the rights and sweep the past under the rug. Ők olyan könnyen átmennek az egészen. Nekem meg végig kell szopni mindent. Majd csak a legvégén találkozok velük. Hihetetlen. Aha, nem vágom még a izét. Patternt pedig annyiszor láttam már. Az utóbbi időben elég sok speedrun néztem a játékból, de nem vágom, hogy hogyan kéne ezt itt végig. Visszat a köcsök. Nope. Close enough. Nope.
majdnem. Easy. Speedrun tactics. Bitches. Nice. Ez még eléggé sokáig életbe fog tartani talán minket. Csak el ne ugassam. Ja, hogy gravity így működik. Itt is tudtam volna skippelni, hogyha nem cseszem el. Na mindegy most már. Aha! Jó, akkor még akkor el tudjuk skippelni a dolgot. Nem erre kell? Faszom, meg úgy emlékeztem. Na mindegy. Normálisan. De miért csúszik le róla? What the fuck? Ezzel baszok el egy csomó életet. Na, köszönöm szépen. Nem szopatjuk be magunkat lehetőleg. Piros, zöld, kék. Sárga, piros, zöld, kék. Zöld, kék. Sárga, piros, zöld, kék. Sárga, kék. Nem igaz, vagy vagy színezen. Kurványát, tessék! És ezeket itt mind le kell győznem ahhoz, hogy ez ott állnakolódjon. Ezek szerint. Ja. Szomorú. Ja, ez csak így ennyi. De rendes a játék. Ajándékhoz is egy HP-t. Nice. A zene ilyen Rayman Raving Rabbit szintű amúgy. Why you do this? És miért itt van a checkpoint? Rohadjon meg ez a checkpoint rendszer. És megint ezt a részt itt megint megcsinálhatom. Oh! Oh! The tricks! Nem kell két hitelni őket. Harukom a picsába. Ezt így terveztem. Meg azt is, hogy elvesztem azt a maszkot. Egyértelmű. És szerezzük azt a... Ja nem, szerezzük vissza azt a HP-t. Egy checkpoint, és ja. Csak ezt úgy kéne okozni. Aj, ez az irányítás. Oké. Okay. Eddig jók vagyunk. Most el kéne a kettő között vinni. Ez az. Ezek még csak szimpla lézerek, ja. És értitek, itt lazán átfutott Cortex meg Nina. Bassza meg. És én itt miért nem tudtam volna lazán átfutni? Kurva élet.
Miért csak egy órára rá találkozok velük újra? Piros. Sekek. Ja, jó. Lila. Ez itt még nem szokatos, ez a rész szokatos. Én nem. Még egy. Jó, te bassza meg a lézer! Még ez se szopatós, majd utána lesz egy szopatás, amikor visszafele kell egyet ugrani, de... Annyira előre gondolkodok már, hogy... Elbaszom az alapcuccokat. Na, szépen megvárjuk a Cycle-t. Ugye ez direkt ilyen négyszögbe mászkál, hogy rohadjon meg. Nem kretének. Ez nem tudom, megéri egy próbát. Hát nem. Azaz, még fussál el egyért, geci. Meg lesz. Jó, nem, szarjuk. Szarjuk le. Itt viszont... Azt hiszem lehet skippelni. De itt csak ugrálás, úgyhogy ezt nem akarom. Ha valami nehéz részt lehetne, akkor skippelném. Ja, itt igen. Ó, ez a kis geci rész. Gyere ide. Sanyi? Leesett? Majdnem. Pedig ezt el fogom skippelni, mert ez fú. Iszony, ez a legnehezebb, egyik legnehezebb rész az Antagoninek. Gyere ide, te szar. Nem akar közel jönni. Jó, akkor megcsináljuk. Kurva élet. Irtózatosan szar egy részhez. Nem is tudom, hogy álljak neki. Arra menjünk talán. Emiatt utáltam meg ezt az egész részt. Annyiszor meghaltam itt régen, hogy ez hihetetlen. És nem is egy van ezekből, azt hiszem. Középen is van egy, igen. Szóval hogy jutok most el? Most hogy jutok vissza? Így. Jézus! Kis kretének. Oda is szerintem át tudnánk ugrani, de ez sem vészes egy rész, szóval... Szóval nem skippeljük. Igen, inkább elveszítünk egy maszkot. Vagy a picsába, ne? Ezt a vissza is kapjuk! Le tudom lökni őket. Ja, ezek ugranak is. Come at me, bitches. Most ez... Gondold meg, hova ugrasz, köcsög? Baj, hogy már nincs maszkom se. Ott középen van kettő. Nice. Azért ez takarítás volt, kérem.
Mennyi jön itt még? Ja, hogy már nem kéne itt szarakodnom. Ó, oh. Vagy úgy? De bábszóda valaki. Nice. Na itt a szopatós, amit mondtam. Piros, zöld, kék, sárga. Nem így akartam. Picsába. Meg kell válni a cycle-t. Piros, zöld, kék, sárga. Piros, zöld, shit! Ah. What? Döglött, meg döglött, jó. Nice. Bitches. Azt hittem, ezzel nehezítenek valamit, hogy mozognak majd azok a lila cuccok, de nem. Hopsz, rossz fele megyünk. Bassza még. Ez az. Ez az. Hú. Azt a kurva. Jó, persze, meg még talál is-e. Szar. Elbasztam az időzítést! Shit! Na, akkor ezt nem kéne még egyszer elbaszni. Fölveszi, mi? Nem, jó van. Na, valahogy így kéne. Oda. Ja, ott kerül, de tudunk csak oda menni, jó. Nice! Azt hittem elég az egyes ugrás. Büdös picsába. Rip. Jaj, nem, monitorom megint kapcsol. Kurva élet. Jaj, ez az. Ilyenkor megint... újra kell a szájba baszott. Szart mókerolni. Monitor, please. Na. Most lesz a jó. Jó, ez ide jön, értem. Veszítsünk még HP-t, tényleg. Elég volt. Távolság. Viszont elvesztettük megint a maszkunkat. Mert ez a geci odajött értünk. Szépen beidőzítjük most. De nagyon kéne egy maszk. Nagyon-nagyon-nagyon kéne. Ez egy maszk, nem egy maszk. Bassza meg. És ez három bomba. Mit kéne hét?
Nice. Ez az. Bitches. Megint le kéne szopatni magunkat, nem tudom, hogy meghalok. Nem. Akkor valamit intézünk itt. Nem lehet szippelni, ne mondjad ma. Ó, oh, hello. Roll. Egészen onnan eljött értem, beszarok. Piros, zöld, kék, sárga. Másik ok szerintem az lehet, hogy nem szeretem az Antagonit, azon kívül, hogy elég nehéz stílus. A skiffis stílus nem nagyon tetszik nékem. Most azért az egy életére ugorjak? Nem kockáztatom az életem. És itt egy checkpoint. Nem tudunk felugrani, gondolom. Kint csörög a telefon, who the fuck cares? Úgy. Good chap. Piros, kék, sárga, jaj, itt egyenes. Nice. Piros, zöld, kék, sárga. Piros, zöld, kék, sárga. Piros, zöld, kék. GG, nem, checkpoint, bassza meg. Kék, sárga. Piros, zöld, kék, sárga. Piros, zöld, kék, sárga. Hol egy piros, mi? Faszom az! Jó, jó, de kell láttál ugrani teljesen, jó. Baszki. Iskolában nem kellett ennyi energiát fektetnem a koncentrálásra, mint itt. Azt a kurva eget. Jesus. És folytatódik, még folytatódik. Kedvenc részem az egész kibaszott játékban. Antagony for the win. Ezt hova is kéne vinni? Át oda fullatul? Nem, csak ide. Aha. Most ott beragadt? Nice. Akkor kiütjük inkább előbb ezeket. Nem is ezzel kellett volna kezdeni. Most föl fog robbanni? Nem. Így. És akkor most pepecselhetünk. Ó, igen, mert... Bassza meg.
Azt a kurva! Nem akartam utána ugrani. Hello, hello. Óvatosan azért. Játék, please. Nem, ne csúsz le. Shit. Shit. Ez az... close enough. Oh, jaj. Nagyon ott van a szélénél. Léci. Azt a kurva. Engine embryo. Entropy. Property. It's a little late to develop a conscience, Doctor. Personally, I don't care. But I think he might want his gems back. Zseniális. Na ezt azért elmagyarázom. Ugye a játéknak korábbi részében azt hiszem Cortex mondta, hogy valami tök máshoz kapcsolódott ez, hogy treasure. És a társai azt hitték, hogy most tényleg valami treasure-ről van szó. Egy bizonyos kincsről, és elmentek Spyrohoz. Az összes, ezek szerint, ezért nincs itt senki köbő. Mert mindenki elment ezért a bizonyos kincsért, és elmentek Spyrohoz, hogy meglopják a kincsétől. És igen, azért ez nagyon rendes volt. Fejlesztőktől. Nem tudom, hogy a jogokat hogy szereztem meg Spyrohoz, de... ja. Most nem tudom. Nem tudom, honnan jöttem. Ja, onnan. Akkor erre. És elméletileg akkor ez lenne itt az utolsó boss fight. Nem, még nem. Bassza meg. Ja, de itt lesz a boss fight, csak én ezt úgy láttam speedrunba, hogy e fölött a rész fölött mennek. Ez lesz kippelve ezt a cutscene-t. Ja, a játék megállít a map töltés miatt. Még mindig nem mertünk. Most. És safe. Na kérem, gyerekek. Nem tudom megmutatni a cutscene-t. De megjelentek ugye a két papagáj, akiket kifejlesztett Cortex. És most jön a boss fight ellenük. Urbugá. Ez mit? Ez egy epic zene. Hogy kellett? Nem tudom, hogy kell Ninával. Bassza meg! Azaz, persze. Legjobb helyet találták a dologra. Jó, van rip hang. Nem így akartam én ezt. Nice. Megy ez gyerekek, mit mondjak. Hát kurva élet! Aj. Ez, talán az egyik legkönnyebb boss fight az egész kibaszott játékban, és én meg itt elbaszom. Akkor menjünk most jobbra. Hát ott szerencsésebbek leszünk. Így kéne. Ugye ezzel gyengítjük meg a dögöt. Elméletben. Hát úgy jobb, hogyha spamelem gombot.
sőt, biztos. Most, viszont most szerintem elmegyek jobb fele, mert... nem akarok nagyon kötekedni vele. Főleg, hogy egy egész sereg követ. Na, ugorj, léci! Vissza kell menni Crash-ér. Ja, nem kell visszamenni, jó. Ja, nem, most Cortex jön, aztán Crash. Na, az pont eltalál, bassza. Nagyon megy a spam. Jaj, neki futottam, bassza meg. Ne! Akkor ezért nem annyira és könnyű ez a boss fight. Megint a checkpoint oszopatás. Hát bocsi, hogy ezt végig kell nézni, hogy én itt szenvedek. Akkor most jobban fog menni, ígérem. Ja, jobb lenne, hogyha ilyenkor tudnék tovább jobbra menni, de hát, ja. Sok ott a minion. Megint itt jön az egész sereg. Jó, hogy ez a dög jó messze elment arra. Please. Lehet, hogy nem sietem el annyira, és nem megyek ennyire közel. Habár közel menni érdemes, csak ugye nem neki menni full. Azzal csak beszopja az ember. Így, ilyen cikcakkosba kell csapatni. Minél jobb azt felállni a kockát. Hogy ez már elér, oké. Már csak az a SMG-vel tud szopatni minket. Hogy a faszomba kéne ezt megcsinálni? Cortex olyan lassú, mint a kurva élet. Habár becsúszni ő is tud lényegében, szóval... szóval megpróbáljuk majd azt valószínűleg. Jó, itt ezt már szerintem majd tényleg kivágom, mert nem akarok ennyit szarakodni. Úgy összevágom, hogy úgy tűnjön, mintha elsőre megcsinálnám az egész játékot. Ha-ha-ha! Mikor mindenki tudja, hogy balfasz vagyok ahhoz. Miért van itt ilyen sok enemy? Az kösz, Nina! Te balfasz! Hogy? Cortex, please! Nem tudom ezt, hogy tudjuk gyorsan megcsinálni, vagy hogy is? Én nem is kell teljesen odafordulnom. Mert így is betargatolja, az úgy jó.
Az ugye elmegy. Ezért rendes a játéktól. Így. Ezután már többet nem eszünk be. Mondom, nem eszünk be többet, what the fuck? Akkor nem így kell. Akkor hogy kéne ezt csinálni? Jobbra futok, amint lőn megállok és visszafele tunkolok. Ez itt a megoldás. Nem értem, hogy miért megy el a hangom, úgy. Mondtam, hogy 20 élet nem lesz elég Entegenire. Szar az egész. Buzi nehéz. Why you do this? Csing-csing-csing. Előbb betelik a vinyom, mint hogy végigjátszom a játékot. Hogy? Mert amit mondtam digitalizálót, hogyha van valakinek ilyenje, akkor mondhatna valami tapasztalatot vele kapcsolatban, mert 3000 forintért lehet egyet venni, és nem tudom, hogy megérheti-e. Igaz, tényleg csak annyit tud, hogy ráköted az RGB-t, vagy RGB-t. Mi az? Fehér, sárga, pirosat. Azt ennyi. Szóval tényleg csak a PSM-hez működne. De nem tudom. Úgy. Na. Hát ennél jobban nem tudom mászt bemelni. Hogy? Na most pedig szépen megvagy idő. Ezek szerint így kell. Azt hittem elég lesz, de most lesz elég. És akkor te jössz, Crash! Mega Bandicoot! Erre viszont nem emlékszem, hogy ezt hogyan kell csinálni. Itt a lézerek között kell lőni. Valahogy így. Akkor egy pattok közöttem. Ezt akkor jóság van. És GG. Megpróbálnám megmutatni, de valószínűleg nem tudom a cutscene-t. Ugye, elmenekülnek a Fake Crash-nek a házához. Nagy hiba. Nagy hiba! Oh shit. Hát igen. One heck of an ending.
Milyen aranyos kis kép van magáról. Your creation was a mistake, and your existence has been a constant interruption of my mind. I've learned that you can't run away from your mistakes, but you can bury them. Zseniális. Bocsi, tényleg a szar hangér. De nem tudok vele mit csinálni. Na ez volt még a jó Crash. Az utolsó jó Crash játék, gyerekek. Hát talán még egyszer. Egyszer még látunk egyet. Világra kelni. Egy jó Crash játékot. Na de hát köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy végigkísértétek ezt a hosszú utamat a Twin Sanity-be. Sok szenvedést. És hát még nem tudom, hogy mi lesz a következő végigjátszás, vagy hogy mi lesz egyáltalán a jövőbe a dologgal. Rayman 2-t befejezzük, ez biztos. Úgyhogy arra készüljetek. Addig is, sziasztok!